Rendhagyó sajtótájékoztatót tartottak a Móricz Zsigmond Színházban. A teátrum vezetése és színészei a közelgő szabadtéri nyár programjaival párhuzamosan néhány tervezett előadásukról is lerántották a leplet. A Rózsakert egyik első bemutatója a Spamalot című musical, amelynek alapja a Gyaloggalop című világsikerű film. A Jó estét nyár, jó estét szerelem című zenés drámával folytatják a szabadtéri programok sorát. A darabot Horváth Illés, a színház művészeti vezetője rendezi majd. A nyári előadások mellett a jövő évad vállalásairól is szóltak. Valamennyi darabban parádés szereposztással készülnek az alkotók. A következő évadban műsorra tűzzük a Kapjál, ha tudsz nagy sikerű mozi változatának a musical változatát. Itt pedig, ami különlegesség, hogy Mészáros Árpád Zsolt játssza az egyik szerepet, ahogy a Spamalotban is fog kapni egy szerepet, és olyan különleges szereplője is lesz a Gyaloggalopnak, mint Hyde the Pain Herald, akit nem titkoltan, leginkább marketing okokból szerződtetünk, és szeretnénk felhívni még jobban magunkra a figyelmet. Dézsi Darinka, Ténai Petra, I. és Ákos, Gulácsi Tamás mind-mind fontos alakjai a következő színházi szezonnak. Mészáros Árpád Zsolt, a színház egykori oszlopos tagja, a nyári előadások közkedvelt vendége volt eddig is, a Kőszínházban azonban már rég láthatta a közönség. A Hyde the Pain Herald néven világhírűvé vált Arató András a világot jelentő deszkákon még sosem járt, ezért kakukktojásnak számít a színészek között. Nekem nagy ugrás az ismeretlenbe, egy fejes ugrás, mert színházban én csak a függöny másik oldalán a nézőtéren voltam, tehát semmi beszédtechnikai, színészmesterségi tapasztalatom nincs. Hát filmekben, kisebb filmekben ugyan előfordultam, tehát odáig eljutottam, hogy nem félek a kamera előtt, meg talán színpadra is felmerek állni, de ezek mind olyanok, mind javítható dolgok voltak. A színház az viszont egy egyszeri és megismételhetetlen. Úgyhogy én megpróbálok kellő alázattal viszonyulni ehhez a nagyon nagy kihíváshoz. A szabadtérire tervezett Spamalot című musical mellett a szintén ebben a műfajban újra gondolt Kapj el, ha tudsz című előadás is fontos mérföldkő lesz a színház életében. A darab ősbemutató lesz, egyenesen a Broadway-ről érkezik Nyíregyházára. A most nyilvánosságra hozott produkciókon kívül a színház rendkívüli évaddal készül visszacsábítani a nézőket. Egy színház életében egy évadban szoktak lenni az úgynevezett húzó címek, a nagy produkciók, amik így a nagy durranásai egy évadnak. Én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan évadot összeállítanunk, ami sorozatosan nagy vállalkozásokból, nagy címekből, nagy produkciókból áll, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a közönség érezni fogja, főleg azok a nézők, akik esetleg bérletet váltanak és végig kísérnek minket az egész évadon át, hogy ejha. Tehát, hogy itt egyik ámulatból eshetnek a másik. És egyik látványosabb és szórakoztató produkció után tudunk még tromfolni. Fontos, hogy az idei évad egyik legnagyobb sikere, a Legény búcsú is kiköltözik nyáron a Rózsakertbe. A szabadtérin színvonalas vendégelőadások is várják a nézőket. Csonka András és Kerekes József főszereplésével a Rövid zárlat című bohózatot, valamint Oswald Marikával és Peller Károllyal a Sziszi a Magyar Királyné című operettet is láthatja a közönség. A Rózsakert jegyei a tervek szerint már ettől a héttől kaphatók, a következő évadra szóló bérleteket pedig szokás szerint június elejétől lehet majd megvásárolni.